Nagy szeretettel köszöntöm a képviselőtestület tagjait a mai ülésünkön. Külön szeretettel a polgármester urat, jegyző urat, aljegyző asszonyt, irodavezetőket és meghívott vendégeinket. Köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívást. Megállapítom, hogy a képviselőtestület határozat képes, a 9 fő képviselőtestületi tagból 7 fő jelen van. Javaslatot tennék a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalására, illetve lenne két olyan napirendi javaslatom, amit tárgyalni lenne szükséges. Az egyik a Kisvárdai Eszély Móri Zsigmond szakképzőiskola tulajdonképpen nevének átszervezéséről, így szól a dokumentum, de nevének a kiegészítéséről, illetve a másik napirendi javaslatom pedig az állami tulajdonú Fehérgyarmati 077/7, 1886/3, 123/12 és 0237/7 számú ingatlanok tulajdonjogának megszerzéséről kellene döntenie a képviselőtestületnek, amennyiben jóvá hagyja a testület a napirendi javaslat módosítását. Én feltenném szavazásra a két új napirendet, amennyiben a testület támogatja, hogy tárgyaljuk, kérem készenesen szavazni. Szíveskedjetek, köszönöm szépen. Megállapítom, hogy egyhangulag támogatta a képviselőtestület, és ezzel a két napirenddel kiegészítve a meghívóban szereplő napirendet teszem fel szavazásra. Aki egyetért a megtárgyalásra, kérem szavazni. Szíveskedjen, köszönöm szépen. Megállapítom, hogy egyhangulag támogatta a képviselőtestület a kiegészített napirendi javaslatot. Rátérnénk az első napirendi pontunkra. Előterjesztés a Fehérgyarmati Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóság Fehérgyarmati katasztrófavédelmi kirendeltsége 2022. évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról. Előadó dr. Péter Csaba polgármester, meghívott dr. Nóta József alezredes úr, kirendeltségvezető, illetve Kun András tűzoltó őrnagy, tűzoltó parancsnok, szeretettel köszöntünk. Annyit el szeretnénk mondani, hogy kirendeltségvezető úr betegsége miatt nem tudott eljönni, úgyhogy ő elnézését kéri a testületnek, mondtam, hogy semmi probléma. De itt van velünk őrnagy úr, és ha van olyan kérdése a képviselő testületnek, amelyre válasz vár, ő fog helyette válaszolni. Az előterjesztést tárgyalta az ügyrendi bizottság. Az ügyrendi bizottság elnökét kérném, hogy ismertesse a bizottság döntését. Köszönöm szépen. Tegnapi napon négy fő jelenlétében tárgyaltuk, és egyhangulag elfogadásra javasoljuk. Köszönöm szépen. Őrnagy urat megkérném, hogyha esetleg szóban van kiegészíteni valója, akkor azt tegye meg. Először is tisztelettel köszöntöm a tisztelt képviselőtestületet, polgármester urat és a meghívottakat. Szeretném megköszönni az önkormányzatnak és a lakosságnak a hozzáállását és segítségét, mert én úgy érzem, hogy a lakosságnak a felelősség érzete is a tűzvédelem tekintetében növekedett az elmúlt években. Ez abban is meglátszik, hogy egyre többen kérdezik, hogy lehet-e tüzet gyújtani, vagy hogy lehet égetni. Tehát érdekli őket a szabály betartása. És ugye ennek köszönhetően egyre kevesebb az olyan tűz, amely komolyabb gondot okoz. Természetesen az idővel és a időjárással nem tudunk harcba szállni, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy minél kevesebb tűz keletkezzen és személyi sérüléssel járó baleset és káreset. Elmondható, hogy a tűzesetek és a műszaki mentések száma közel azonos, és a műszaki mentések is és a tűzesetek is az időjárás függvényébe változnak. Ezután szeretném megköszönni mindenkinek azt a hozzáállást és segítséget, amelyet nyújtottak, és remélem, hogy az együttműködésünk továbbiakban is
ugyanígy folytatódik, és hogyha valamilyen kérdés van, és felrakják, akkor természetesen válaszolok rá. Köszönjük szépen! Van egy kérdés, parancsolj, Brigi! Köszönöm szépen! Én a katasztrófavédelmi kirendeltség beszámolóban olvastam, hogy 144 téves jelzés volt 2022-ben. Én ezt nagyon soknak találom, ezt a számot, és mit tudna javasolni, hogy hogyan csökkenhetne ez a szám? Igen, a tűzjelző téves jelzések magas száma látszik a beszámolóba is, és érezzük a saját bőrünkön is. Elmondható az, hogy ugyan a jelzéseknél, mikor bejön a jelzés, ugye 2 perc van, hogy az adott létesítményben lemondja az ott tartózkodó, hogy igen, megnéztem és nincs tűzjelzés, de mi nekünk el kell indulni, el is indulunk, és legtöbbször itt a városon belül vissza is fordulunk, mert lemondják telefonon ezt a jelzést. Véleményem szerint a tűzjelzések, téves tűzjelzések visszaszorításában fontos szerepe van annak, hogy a kivitelezésnél egyeztessenek a hatósági osztállyal, a kollégákkal. Ők segítséget nyújtanak, hogy milyen technológiánál, milyen tűzjelzőberendezést kell használni. Illetve fontos az, hogy az ott dolgozókban tudatosítsák azt, hogy igen, ott van tűzjelző, és figyeljenek oda rá a kezelésére is, és arra is, hogyha olyan munkálatokat végeznek, hogy porral vagy füsttel jár, hogy azért, mert hogyha egy sepregetésnél a por felszáll, az jelezni fog, ha olyan típusú tűzjelző, és akkor tudatosítani kell benne, illetve folyamatos oktatással szinten kell tartani és tudatosítani az emberekbe azt, hogy igen, ott tűzjelző van. Ezzel vissza lehet szorítani, folyamatos karbantartás, folyamatos oktatás és a tudatosítás. Hogy igen. Köszönjük szépen. Van-e még kérdés? Vélemény? Ha nincs, akkor én szintén szeretném megköszönni a ti munkátokat, amit végeztek a lakosságért, a városért és a térségért, mert hát ugye azért elég nagy területen látjátok el ezt a tevékenységet. Tehát tényleg szeretném megköszönni a tűzoltó kollégáknak, hogy a lakosság biztonságára ügyeltek, és ha valami baj van, akkor tényleg azt lehet mondani, hogy mindig időben érkeztek. Én kívánom, hogy minél kevesebb munkátok legyen, hiszen ez az érdekünk nekünk is, és vigyázzanak magukra a kollégák, és biztonságban tudják végezni a munkájukat. Ha nincs más vélemény, akkor én szavazásra bocsátanám az írásos előterjesztést. Aki egyetért annak elfogadásával, kérem készesse szavazni szíveskedjen. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy egyhangon támogatta a képviselőtestület az írásos előterjesztést. Ha van kedved, maradhat, szívesen látunk, ha nem, akkor pedig további szép napot kívánunk. Kedvem lenne, és nagyon szépen köszönöm, de távoznék, és további sok sikert, és olyan is szépen. Köszönjük szépen. Viszontlátásra. Rátérnénk a második napi rendi pontunkra. Előterjesztés Fehérgyarmat város 2022. évi belső ellenőrzéséről készült éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásáról előadó dr. Péter Csaba polgármester. Az előterjesztést tárgyalta a pénzügyi bizottság. Kérném a pénzügyi bizottságot, hogy ismertesse a döntést. Köszönöm szépen, tárgyaltuk a hétfő napon, és egyhangulag elfogadásra javasoljuk a testületnek a határozattervezetet. Köszönöm szépen. Tulajdonképpen minden költségvetési szervnek kötelező belső ellenőrzés működtetnie, és a belső ellenőrnek pedig az önkormányzat gazdálkodását, illetve a költségvetési szervek gazdálkodását vizsgálnia. Ez került tulajdonképpen ez a jelentés a képviselőtestület elé, amely hál' Istennek nem állapított meg semmilyen jogszerűtlenséget, jó csúnya kifejezés, tehát jogszerűen működik az önkormányzat, illetve annak költségvetési szervei. Tulajdonképpen ez van a jelentésben. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Vélemény? Ha nincs, akkor szavazásra bocsátanám, aki egyetért ennek elfogadásával, kérem készenesen szavazni szíveskedjen. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy egyhangulag támogatta a képviselőtestület.
az előterjesztés. Rátérnénk a harmadik napi rendi pontunkra. Előterjesztés Fehérgyarmat város 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról. Előadó dr. Péter Csaba polgármester, meghívottak az intézmény vezetők, köszöntünk benneteket, illetve Tardi István ügyvezető igazgató úr, önkormányzati Kft. Részéről és Ter András intézményvezető. Köszönöm, hogy eljöttetek. Az előterjesztést tárgyalta a pénzügyi bizottság. Megkérném a pénzügyi bizottságot, hogy ismertesse a bizottság döntését. Köszönöm. Hétfő napon tárgyaltuk a zárszámadásról szóló előterjesztést is, és természetesen elfogadásra javasoltuk, megtárgyaltuk részletesen a eredményeket. Köszönöm szépen, ügyrendi bizottság is tárgyalta. Igen, a néző jelenlétében egy napulag elfogadásra javasoljuk. Jó, intézményfelügyeleti együttesülésen, igen, akkorra ismertetnéd, ők is támogatták. Igen, egyhangulag a két bizottság elfogadásra javasoljuk. Jó, köszönöm, Városfejlesztési Bizottság elnöke. Kedden mi is tárgyaltuk, és egyhangulag elfogadásra javasoljuk. Köszönöm szépen. Pénzügyi bizottság ülésen én is benn voltam, és tényleg alaposan megtárgyaltuk a zárszámadásról szóló rendelet tervezetet, és azt mondhatjuk, hogy igazából ahhoz a nehézségekhez képest, amelyekkel szembesültünk a 2022. évben, ahhoz képest egy jó költségvetési évet sikerült zárnunk az elmúlt évben, hiszen az energiaválság is, ahogy a Covid-ból felocsuttunk, utána jött az energiaválság, ugye a ukrán-orosz háború következményeként, és nem tudtuk, hogy mi lesz velünk, illetve hogy fogjuk a költségvetést megóvni a veszélyektől, illetve a nagy beruházásaink is pont abban az időszakban futottak, amelyekhez azért jelentős saját forrás kellett volna hozzátenni, hogyha a kormány nem segít. Tehát egy igen nagy bizonytalanság volt év elején, ha csak belegondolunk, ugye a kerékpárút plusz többletére 200 millió felül, vagy az ipari csarnokéra, akkor hát eléggé kilátástalan helyzetben indítottuk ugye a 2022. évet, és erre jött rá az energiaválság, de én azt gondolom, hogy sikerült azokat a célokat maradéktalanul elérni, amelyeket a képviselőtestület kitűzött maga elé, tehát ezeket a plusz forrásokat meg tudta szerezni ugye a központi költségvetésből, köszönet a kormánynak és képviselő úrnak érte természetesen, hiszen több száz millió forintos támogatást realizálhatunk a beruházásokhoz, illetve azok az energia hatékonysági vagy cselekvések, amelyeket elvégzett a képviselőtestület, ugye még az energiaválság előtt a közvilágítás korszerűsítés az egy nagyon jó döntés lett végül, tárgyaltuk is jó hosszan egyébként, és tényleg egy olyan konstrukció került kialakításra, amely 30%-ra tudta levinni az energiát, illetve a művelődési ház bezárása és egyéb intézmények takarékossági intézkedései. Tehát összességében az intézményekkel együtt sikerült ezt a költségvetést elég jó helyzetben átvinni a 2023. évre, hál' Istennek. Nyilván a gazdasági helyzet most is törékeny, tehát nem arról van szó, hogy hátradőlhetünk, de azt lehet mondani, hogy a 2023. évnek úgy vágtunk neki, hogy igazából a költségvetés jó helyzetben van. Persze továbbra is oda kell figyelni, és nagyon észnél kell lenni, hogy ez így is maradjon ebben az évben. Hát én ennyit szerettem volna elmondani, ha van kérdés, akkor azt kérdés tegyétek fel. A kérdés nincs vélemény. Fácsolj. Köszönöm szépen egy jó részét a polgármester, mert elmondta, hogy ugye én is akartam mondani, bizottságülésen ott voltunk. Azért néhány dolgot még kiegészítésként felettél. Tehát valóban a költségvetés zárszámadásakor egyébként a tényekkel szembesülünk, és a számok azok, amelyek valójában nem hazudnak, hogy hogyan sikerült
a tervezett költségvetést végrehajtani végül is az önkormányzatnak. És én mondanék néhány számot is egyébként. Tehát a költségvetés két oldalán, ha nézzük, a működési oldal ugye az egyik része, amely meghatározó a város élete szempontjából. Ha azt nézzük, akkor tulajdonképpen a intézmények működése, működtetése, a önálló, részben önálló intézmények, a városüzemeltetés, a KFT működtetése adott feltételek mellett zökkenőmentes volt, amilyen módon az önkormányzatnak erre forrásai vannak. Ez bizonyítja azt, hogy igazán szállítói tartozás nem keletkezett, ezen az oldalon lényegesebb szállítói tartozás működéshez nem kellett akár likviditási oldalról sem hitelt fölvenni. Tehát nyilván ezek a takarékossági intézkedések, amelyet polgármester említett, az kellett ahhoz, hogy ez abban a keretek között működjön, amelyre lehetőségünk volt, úgy gondolom, hogy tisztességgel vitte végig a város működés oldalról ezt az évet. Másik oldal pedig a fejlesztés, a felhalmozás. Itt ugyan mindig ambiciózus tervek voltak, és a 22-es költségvetésben is ugye több milliárdos fejlesztési előirányzat szerepelt, de lehet mondani, hogy 22-es költségvetésében 1,2 milliárd forintnyi tényleges fejlesztés megvalósult Fehérgyarmaton, itt a beruházás és a felújítás együtt 1,2 milliárd forintot tesz ki, ami már egy látszó és egy jelentős forrás megvalósulás. Ezen kívül a pénzmaradványok vonatkozásában látszik fejlesztési oldalról, hogy már a következő években közel egy ilyen 3 milliárd forintnyi fejlesztési pénz már gyakorlatilag Fehérgyarmat rendelkezésére áll, amit a 23-as, illetve 24-es évben fog majd megvalósítani. Tehát azt lehet látni, hogy egy dinamikusnak mondható fejlesztési irány is indul, illetve zajlik a városban. Tehát ezen az oldalon sem történt hitelfelvétel, a megvalósuló fejlesztések is gyakorlatilag önkormányzati külön hitelfelvétel nélkül, hanem állami forrásból valósulhattak meg önkormányzati saját forrásból természetesen. Tehát a jövőre vonatkozóan nem történt eladósodottság növekedés vagy likviditási probléma. Tehát én is azt tudom mondani, hogy egy tisztességes évet zárhatunk, és mindazon feltételek között, ami itt a polgármester része is elhangzott, hogy azért háború volt, Covid után volt, energiaválság volt, tehát nem egy egyszerű helyzet volt 2022, amely nyilván 2023 sem lesz az, ezt majd meglátjuk a következő évet. Tehát én elfogadásra javaslom, hogy normális évünk volt. Köszönöm szépen. Van-e még parancsolat? Én annyit szeretném csak hozzátenni, mert amit elmondtatok, nyilvánvalóan teljesen helyzetek fel, úgy a működés, mint a felhalmozás területén, tisztességesen helytált az önkormányzat a gazdálkodásában, amire úgy gondolom, hogy rá kell irányítanunk a figyelmet a következő időszakban a város foglalkoztatásának a javítása érdekében, meg kell próbálnunk, mert azt látom, hogy nagyon sok kiálló munkát végeztél, polgármester úr, mert ezeket a kimaradó összegeket, ugye elnyert pályázatoknak a kiegészítés, egyéb dolg, ez tényleg sok utána járás jelentett. Én azt gondolom, hogy ebbe az irányba kellene az erőforrásainkat mozgósítani, vagy erőnket mozgósítani, mert az ifjúságunknak a helybemaradását valahogy csak akkor tudjuk segíteni, vagy előmozdítani, hogyha munkahelyeket tudunk idehozni. Megindultak ezek a dolgok, korábban is már ugye azért vásároljuk fel az ipar területeknek való földterületeket, hogy ez ne legyen akadály, akármikor összejön, ami lehessen hozni, de kellene tényleg olyan munkahelyek is, amelyek hát a fiatalok igényeit kielégítő, és ne kelljen az ifjúságunkra, nem csak Fehérgyarmat, hanem itt a térség ifjúságának nagyobb részét, vagy jelentős részét tudnánk itt tartani, mert azt látjuk, hogy az ifjúságunk az nagyon sokan nem tudnak visszatérni a szülőterületükre. És hát ez gyakorlatilag ez a város jövőjének is, meg itt a térség jövőjének is alapvető kérdése. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Még van esetleg? Hát csak hozzáfűzném, amit valami sikerülő mondott, hogy teljesen igaza van, és
hogy amikor fejlesztésekbe gondolkodunk, vagy munkahelyteremtésbe, vagy létszámnövelésekbe, nyilván kvalifikált munkaerőre is kell gondolni, tehát itt, amit a tanult, a magasabb végzettséggel rendelkező fiatalságnak kellene munkahelyet teremteni is. Sokszor beleesnek sok helyen abba a csapdába, hogy Fehérgyalmat 8000 lakosú város, de Fehérgyalmat nem önmagát képviseli, hanem ezt a térséget. Ez egy sajátságos helyzet, itt nem úgy van, hogy van a járásban 8 nagy település, mindegyik tud önmagában létezni, itt ezek az apró egy, ha a választóközet 78 településből áll. Tehát 78 település, 60 ezer lakossal, ez azt jelenti, hogy borzasztóan alacsony létszámú falvak vannak, amelyekben a munkahelyteremtés döntően kivihetetlen. Itt a munkahelyteremtés csak Fehérgyalmaton, mint a terület központjában itt képzelhető el. Tehát amikor egy hódmezővásárhely vagy más települések a saját városuk fejlesztésébe gondolkodnak, nekünk mindenképpen, és ugye úgy is van, 50 településsel vagyunk most együtt, hogy mint térségi szinten, tehát nekünk ezzel az 50 településsel kell együttműködve fejleszteni, és nem csak Fehérgyalmatra gondolni, mert ezek a településeknek gyakorlatilag mi vagyunk a központja, mi vagyunk a szolgáltatója, iparba is, szolgáltatásokba is, egészségügybe is, mindenbe. Tehát nekünk úgy kell viselkednünk, idézőjelbe téve, minthogyha ez egy 40 ezeres lakosú város volna, mert gyakorlatilag mi ezt a 40 ezer embert kell, hogy képviseljük. Kiegészítve akartam ezt a képviselő úrhoz mondani. Tehát van mit lépnünk ebbe az irányba. Van-e még? Ha nincs, akkor én szavazásra bocsátanám a zárszámadási rendelettervezetet. Aki egyetért annak elfogadásával, kérem készítse szavazni, szíveskedjen. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy egy hangulat támogatta a képviselőtestület. Rátérnék a negyedik napi rendi pontunkra, előterjesztés, a közterület elnevezés, átnevezés és a házszámozás rendjéről szóló 19/2014-12.1 önkormányzati rendelet módosításáról előadó dr. Péter Csaba polgármester, előterjesztés készítette jegyző úr. Az előterjesztést tárgyalta a Városfejlesztési Bizottság, kérném a Városfejlesztési Bizottság elnökét ismertesse. Köszönöm a szót, polgármester úr, kedden tárgyaltuk és egyhangulag támogattuk a rendelet módosítását. Ügyrendi bizottság is tárgyalta. Igen, kérném, köszönöm szépen, bizottságunk is egyhangulag elfogadásra javasolja. Jó, köszönöm szépen. Elvileg technikai módosításokat tartalmaz, ugye a kormányhivatalért jelzéssel, hogy ismétlés, tehát jogszabály ismétlés, illetve fogalmak, igaz, nem egyértelműek, és ezért nem kell használni benne a rendeletbe, tehát tulajdonképpen, ha úgy nézzük, technikai módosításokat tartalmaz. Gyakorlatilag egy kivétellel, ugye a megalkotásokkor ezek a szabályok helyesek voltak, csak az időközben bekövetkezett jogszabályváltozás miatt most már ezeket a módosításokat el kell végezni. Van ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény? Ha nincs, akkor én szavazásra bocsátom, aki egyetért ennek elfogadással, kérem készítesse szavazni, szíveskedjen. Köszönöm szépen, egyhangulat támogatta a képviselőtestület az előterjesztést. Rátérnénk az 5. napirendi pontunkra. Előterjesztés az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015-23 önkormányzati rendelet módosításáról. Jó. Előadó dr. Péter Csaba polgármester, az előterjesztést készítette a jegyzőasszony, és a jegyzőasszony jelezte, illetve jegyző úr is, hogy lenne két kiegészítés ezzel kapcsolatban. Kérlek akkor tenni. Kettő dologgal szeretném az írásos előterjesztést kiegészíteni. Az egyik egy technikai jellegű. A korábbi rendeletmódosításban ugye a fogalom pontosítást végeztük el. Az öregségi nyugdíjminimum helyett ugye a szociális vetítési alap került be, és ezt tegnap folyamán vettük észre, hogy két helyen kimaradt a fogalomcsere.
A másik kiegészítésem pedig az lenne, hogy tegnapi nap az ügyrendi és az intézményfelügyeleti bizottság együttes ülésén elfog tárgyalata, illetve elfogadásra javasolta a rendeletmódosításnak azon részét, hogy a jövedelem határt meg kellene emelni 515%-ra. Viszont a mai délelőtt jelezte a Városi Szociális Központ, hogy ezt tévesen határozták meg, és 575%-ra kellene megemelnünk a jövedelemhatárt. Köszönöm szépen. Tehát tulajdonképpen, amikor a jegyzőasszony készítette a rendelet tervezetet, akkor én azt tanácsoltam neki, hogy forduljon a Szociális Központhoz, azért, hogy ők látják azt, hogy tulajdonképpen az eddigi ellátást igénybe vevőknél hogy növekedett meg a nyugdíj összege, hogy az ne forduljon, és végezzenek egy számítást, hogy mennyivel kell megemelni ugye ezt a jövedelemhatárt, hogy az ne forduljon elő, aki évek óta kapta már az étkezéshez a hozzájárulást, azok ne essenek ki ugye a nyugdíj emelés miatt. És a Szociális Központ ezt el is végezte, ez került a bizottság elé, csak közben kiderült, hogy nem pontosan adták meg az adatot, elszámolták magyarul, hát ilyen tévedés történhet. Igazából nem is elszámolták, csak ők nem rendeletben gondolkoztak, hanem ők számoltak. Tehát itt az volt a gond, hogy mi az a rendelet szerinti százalék emelést kértük, ők pedig azt számolták ki, hogy a korábbi összeg mennyivel kell, hogy emelkedjen. És viszont a 15%-os összegemelkedés, az visszaszámolva a szociális vetítési alapra, az 575%. Tehát most mondanám, hogy egy kicsit elbeszéltünk egymás mellett, de ez hál' Istennek ma délelőtt szóba került, és a jegyzőasszony által elmondottak alapján ez most itt még időben korrigálásra tud kerülni. Egyébként magát az előterjesztést kijavítottuk ennek megfelelően. És annyi, hogy én ezt módosító indítványként fogom javasolni. Kijavítottátok, tehát benne van, jó, akkor nem, akkor rendben van, akkor az írásos előterjesztés szerint, de a bizottság ugye nem ezt tárgyalta, tehát a bizottság még az eredeti, azért gondoltam, hogy módosítóba én javaslom, mert nehogy utána a kormányhivatal meg észrevételen éljen a YouTube videó alapján, tehát szokás szerint. Parancsolj, Piki! Igen, tegnapi napon pont azért javasoltuk elfogadásra, hogy senki ne essen ki abból a kategóriából, ami már eddig is részesült, tehát mindenki kapja meg azt az ellátást, amit eddig is megkapott. És szerintem nem lesz gond, hogy most 515 vagy 575. Teljesen. Inkább 575 legyen. Igen. Jó, köszönöm szépen. Akkor tulajdonképpen nem kell módosító indítványt tennem, mert javítottuk az előterjesztést. Tehát azt hallottuk már a jegyzőasszonytól, hogy a bizottság támogatta, illetve elnökasszony is elmondta, hogy az ügyrendi bizottság támogatta azt a gondolatot, hogy aki eddig kapta tulajdonképpen a hozzájárulás az étkezéshez, az a nyugdíj minimum összegének emelkedése miatt ne essen ki belőle. Van-e kérdés az előterjesztéshez kapcsolódóan? Vélemény? Parancsoljon. Kellene. Természetesen egyetértek azzal, hogy ez az emelkedés megtörténjen, hogy ne essen ki senki. De tegnapi bizottságülésen is elmondtam, hogy én most sem értem igazán, hogy ugye az elnevezésen változtattak, hogy öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét most átnevezték szociális vetítési alap. De az összeg az viszont, ha jól tudom, évek óta nem változott. Az a 28.500 forintnak annak mi értelme van, nevezhetjük ezt bárhogy, amikor ahhoz, hogy egy szociális alapú rendeletet alkossuk, ennek az 5,7-szeresére kell tenni azt a összeget, amely alatt még szociálisan rászorultnak minősül valaki. Tehát ez a 28.500 forint hosszú évek óta, ez egy ökörség, már elnézést kérek. Miért szerepel ott, értelmetlennek tartunk. Igen, azért értelmetlen, mert az életben a megélhetés költségei, ugye az inflációt sokszorosára emelkednek. Mutatja az is, így hogy ugye tehát azért kell nyilván, tehát amikor ezelőtt évekkel még 150% volt az, hogy a megélhetéshez
elég legyen, amit még pótolunk hozzá. Most már, ahogy mondod, 575%-át kell venni, tehát tényleg furcsán jön ki egyébként. De hát most ez a szabály, ezzel nem tudunk mit csinálni. Az biztos, hogy emelkedtek a nyugdíjak is, de az élet megélhetés költségei is jelentősen megnövekedtek, tehát igazából én azt gondolom, hogy ez az 575% rendben van, mert nem arról van szó, hogy szuper nyugdíjakat támogatunk, hanem a megélhetéshez képest ez a szociális vetítési alap már nagyon alacsony szinten van tulajdonképpen. Parancsolj! Ez is csak azt mutatja, mi többször is beszélgettünk már erről, hogy a szociális ellátórendszerünkkel problémák vannak, mert a szociális ellátórendszer pontosan erre volna kitalálva, ezeknek magasabb összegeknek kellene már lenni, és valóban a szociálisan rászorult emberek, betegek, öregek, idősek, fogyatékosok kapják meg azokat a szociális támogatásokat, ami időnként felszokott hozódni, hogy több száz gyermek van szociális támogatás alatt, akiknek egészséges szüleik vannak, akik egészségesek, épkézlábok dolgozni tudnak, mégis a szociális költségeinknek egy nagyon jelentős része a gyermekekre kell menni, akiknek azért általában egészséges szüleik vannak, és a szociális támogatást ebbe az irányba kellene legalábbis, ahogy halad az idő, eltolni, hogy nem az egészséges emberek szociális támogatásra menjen el a költségeink nagyobb része, hanem a betegek, illetve az idősek támogatására, akik valóban képtelenek magukról gondolkodni, mert a 28.500 forintos öregségi minimum nyugdíj alap az egy nem lehet meg. Hát minden szörnyű nap mint nap szembesülni azzal, hogy olyan emberek, akik ledolgozták az életüket, viszonylag nincs is magas nyugdíjuk, és nem tudunk rajta segíteni. Hiába gyerekkorom óta ismerem, meg tudom, hogy mert van egy nagy egy gyógyszerköltsége, vagy olyan betegsége van, de sajnos nem tudunk segíteni, mert van ez az összeg, határ, és átlépi valamivel a nyugdíja, és nem adhatunk neki támogatást. Ledolgozta tisztességgel az életét, sose jött az önkormányzathoz. Most bajba kerül, és hiába fáj a szíved, nem teheted meg, hogy jogszabály sértesz, nem adhatod neki oda, mert van egy jövedelem határ, amit figyelembe kell venni, de ez nem őrült nagy jövedelem határ, tehát ne azt gondolja senki. És nem tud segíteni olyan embereken, akik tudod, hogy ledolgozták az életüket, és megérdemelnék, hogy segítsünk rajta. Tehát szörnyű érzés egyébként ezt végigélni, és azt kell mondani, hogy hát elnézést, de nem tehetem meg. És ez nagyon rossz, nagyon rossz. Úgyhogy ugye, ahogy mondod, igen, tehát nagy része ugye fizikailag dolgozni képes családok. Hoz kerül, így van, ugyanakkor az idősek jelentős része, akik tisztességgel ledolgozták életüket, hát szinte nem részesül semmilyen támogatásba, kivéve talán ez az étkezési hozzájárulás. De ha bajba kerül, vagy gyógyszerre, vagy ne adj Isten, leég a háza, csak mondtam egy példát, vagy bármi, akkor elvileg nem segíthetünk neki. Igen, valahogy nincs jól. Ezzel egyetértek. Igen. Igen. Jó, van-e még esetleg? Ha nincs, akkor én szavazásra bocsátanám a írásos előterjesztést. Aki egyetért annak elfogadására, kérem készenesen szállni szíveskedjen. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy egyhangulat támogatta a képviselőtestület. Rátérnénk a 6. napi rendi pontunkra. Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kormányhivatal. S-153/0-13-18-1/2023 számú törvényességi jelzésének elfogadása. A közösségi együttélés alapvető szabályáról, valamint ennek megszegésének jogkövetkezményéről szóló 2/2023 első 30 önkormányzati rendelet módosításáról előadó dr. Péter Csaba polgármester. Az előterjesztést a jegyzőasszony készítette,
Ugye az elmúlt testületi ülésen már foglalkoztunk ezzel, megkaptuk a törvényességi jelzést, javítottuk is, egyetértettünk vele, nem is lett volna ezzel semmi probléma, csak a kormányhivatal úgy küldte át, hogy lemaradtak a páros oldalak, ugyanis dupla, tehát két oldalas papírt használtak, és úgy szkennelték be, hogy csak az első, harmadik, és így folytatom, tovább oldalak látszottak, és a tulajdonképpen a törvényességi jelzés a kettő és a negyedik oldal nélkül is értelmesek voltak, tehát tulajdonképpen így kimaradt egy részének elbírálása, és jelezték, hogy nem értik, hogy mi az, hogy egy részét elfogadjuk, másik részét nem, és rájöttek, hogy ők küldték el hiányosan, na mindegy, tehát újból tárgyalnunk kell ezt a technikai módosítást, illetve a technikai módosításon túl én írásban adtam egy érdemi módosítást a rendelethez. Ezt is kérném, hogy tárgyaljuk meg, és ha egyetért vele a képviselőtestület mind a törvényességi jelzéssel, illetve a érdemi módosítással, akkor azt támogatni szíveskedjetek. Van-e kérdés az előterjesztéshez kapcsolódóan? Vélemény? Ha nincs, akkor én szavazásra bocsátom. Így van. Igen. Tehát egy rendeletmódosítás lenne, aki a rendeletmódos, az érdemi módosítás, aki egyetért vele, azt kérem, készen se szavazni szíveskedjen. Köszönöm szépen. És van egy határozat elfogadása, aki a határozat elfogadásával egyetért, azt kérem készenesen szavazni szíveskedjen, köszönöm szépen. Módosításra együtt a rendeletet. Igen, és akkor még a rendelet módosítása a módosítással együtt, aki ezzel egyetért, kérem készenesen szavazni szíveskedjen, köszönöm szépen. Hát ezek technikai dolgok, ezeken muszáj végigmenni, mert mint látjuk a YouTube videót is nézi a kormányhivatal, úgyhogy bármi előfordulhat. Úgyhogy köszönöm szépen. Rátérünk a következő napirendi pontunkra. Előterjesztés bírósági ülnökök megválasztásáról. Előadó dr. Kovács Attila jegyző úr, át is adnám neki a szót. Gyakorlatilag az előterjesztésben minden szerepel. A jelölések megtörténtek, a szükséges helyre érkezett jelöltek száma egyezik, tehát elutasítani úgymond senkit nem kell. Ezeknek az ülnököknek egy része most is ülnökként közreműködik, javaslom a megválasztásukat. Annyit a tévénézőknek, hogy bírósági ülnökökről van szó, és tulajdonképpen kiskorú gyermekek ügyéhez, nek tárgyalásához vannak az ülnökök, igaz? Jól láttam az előtt. Fiatalkorok, igen, bocsánat. Igen. Mert kiskorúaknál nem tárgyalja, fiatalkorúaknál, így van. Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés? Ja, és közoktatási intézmények javasolhatnak, hát, igaz? Igen. Tehát alap- és középfokú intézmények. Ők tették a javaslatot is egyébként. Igen. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Vélemény? Ha nincs, akkor én szavazásra bocsátom, aki egyetért a az írásos előterjesztés elfogadásával, kérem készenesen szavazni szíveskedjen, köszönöm szépen, megállapítom, hogy egyhangulat támogatta a képviselőtestület előterjesztés éventúli hitel módosításáról, előadó dr. Péter Saba polgármester, tulajdonképpen az előterjesztést már szerintem egy testületülésen tárgyaltuk is, egyszer már módosításra került. Jól emlékszem, itt a rendelkezésre állás időpont tartalmát kell módosítani. Ez tulajdonképpen az ipari csarnokhoz felvett hitelt, hitelről van szó, amely tulajdonképpen amiatt kell, hogy felvegyük, hogy a beszedett bérleti díj, tehát az üzemcsarnok bérbeadásából keletkező bevételt nem lehetett a pályázatba beépíteni, mert ez kettős finanszírozás lenne, tehát ennek a hitel felvételére van szó, hogy ne terheljen meg a költségvetés, de tulajdonképpen ennek a finanszírozása a
befolyt bérleti összegből megtörténhet. Tárgyalt a pénzügyi bizottság, kérném a pénzügyi bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottságot. Köszönöm szépen, megtárgyaltuk és egyetértünk természetesen. Köszönöm szépen. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény? Ha nincs, akkor egy szavazásra bocsátanám, aki egyetért ennek elfogadása, kérem készenesen szavazni, szíveskedjen. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy egyhangulag támogatta a képviselőtestület, és akkor a két napirend, új napirend, amit a testület jóvá hagyott, hogy tárgyaljunk. Az első a Kisvárdai SZ Móri Zsigmond Szakképzőiskola átszervezésének véleményezéséről. Bizottságok ugye nem tárgyalták. Tulajdonképpen arról van szó, hogy az intézmény nevében nem szerepelt a fehér gyarmati, tehát úgy szerepel, hogy Kisvárdai SZ Móri Zsigmond Szakképzőiskola, és itt a módosítási javaslat, amihez kérik a képviselőtestület hozzá járulását, megváltozna az intézmény neve, Kisvárdai SZ Fehér Gyarmati, tehát hogy benne lenne a városnak a neve. Én úgy gondolom, hogy ezt támogatnunk kell, hiszen ez nekünk is büszkeség, hogy tulajdonképpen a Fehér Gyarmati intézményről van szó. Van ezzel kapcsolatban kérdés? Nem kérdés, van egy rövid kiegészítés. Valóban egyébként a szakképzési centrumoknak a alapítókirata alapvetően a szakképzési centrum megnevezését, és utána pedig a intézménynek a nevét tartalmazta. Sok évvel ezelőtt, mondjuk 5-6 évvel ezelőtt, amikor kijöttek ezek az első alapítók. Én már akkor kezdeményeztem, hogy a Petőfinél tegyük be a Fehér Gyarmati nevet. Pontosan olyan, aki már 5 éve benne van, hiszen én is úgy gondolom, hogy abból, hogy egy intézményt úgy hívnak csak, hogy Kisvárdai Szakképzési Centrum, mondjuk Móri Zsigmond Szakképző, vagy Petőfi Sándor Technikum, ebből nem tud egy külső ember magára a településre utalni, vagy egyáltalán tudni, hogy hova tartozik. Mondom, hogy 5 éve én ezt már kezdeményeztem, át is vittük, tulajdonképpen mi a 5 éve Fehér Gyarmati iskola vagyunk, és úgy látszik most már a Móricznál is. Nem tudom, hogy a centrum kezdeményezte, vagy a Móricz centrum. Ezt nem tudom, hogy ki volt a kezdeményező, de nyilvánvalóan ők is Fehér Gyarmati intézmény, egyértelműen legyen ott a név, én hogy a Fehér Gyarmati. Fehér Gyarmat városának az oktatási intézménye, amelyet ugye a Kisvárdai Szakképzési Centrum fenntartásában működik, meg oda tartozik, tehát ez teljesen egyértelmű, ott kell, hogy legyen. Jó, köszönöm szépen. Van-e még más vélemény? Ha nincs, akkor én szavazásra bocsátanám az írásos előterjesztést, aki egyetért elfogadásával, kérem készenesen szavazni, szíveskedjen. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy egyhangulag támogatta a képviselőtestület. Rátérnénk a másik előterjesztésre, amelyet a képviselőtestület tárgyalásra javasolt, az írásos előterjesztéshez képest. Állami tulajdonú Fehérgyarmat 077/7/1883/3/123/12/0237/7 helyrajzi számú ingatlanok tulajdonjogának megszerzésének kezdeményezése. Tulajdonképpen a magyar állam nevében eljáró nemzeti vagyonkezelő kereste meg az önkormányzatokat, hogy ezeket az ingatlanokat átadná, nem csak minket, tehát több önkormányzatot, ugye a Magyar Falu Program keretében, ami elvileg 5000 lélekszámig szól, de ebben az esetben talán 15000-ig terjesztették ki ezt a megkeresést, tehát 15000 fő lélekszámig, így Fehérgyarmat is beleesett. Tulajdonképpen ennek a négy ingatlannak a tulajdonjogát adnák át, ha a város képviselőtestülete kéri. Én azt javaslom, hogy kérjük ezeket a területeket. Nyilván nem nagy értékű terület, tehát nem arról van szó, hogy 100 hektáros szántó területek, meg ipari területekről van szó, mocsár és egyéb ilyen dolgok, de hát minden ingatlan érték, azt gondolom, tehát kérjük a magyar államtól ennek a tulajdonba adását. Tárgyalta a Városfejlesztési Bizottság, kérném elnök urat, hogy ismertesse a döntést. Köszönöm szépen, kedden tárgyalt és egyhangulat támogatott. Köszönöm szépen. Van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? Javaslat? Ha nincs, akkor szavazásra bocsátanám, aki egyetértenek elfogadásával, kérem készítsen szavazni, szíveskedjen. Köszönöm szépen, egyhangulag támogatta a képviselőtestület, és akkor az utolsó napi rendi pontunk, egyéb kérdések, bejelentések, ha valakinek van tulajdonképpen olyan kérdése, vagy bejelenteni valója, amely a város
vagy az itt élő számára fontos, hogy megbeszéljük, akkor ezt tegyétek meg. Marancsolj, Brigi. Kérdezni szeretném, hogy az ipari csajnok hogyan áll? Az ipari csajnok 100%-ban kész van. Egyedüli gondja, ami az átadást meghiúsítja, és fel kellett függeszteni a műszaki átadás átvételi eljárás, az, hogy nincs mérőóránk a gázhoz és a villanyhoz, tehát az elektromos áramhoz, tehát a szolgáltató nem biztosított még, hát bízunk benne, hogy ez meg fog történni napokon vagy heteken belül. De többen kérdezik, hogy milyen cégek fognak idejönni az ipari csarnokba. Ez meg lesz hirdetve, már én a projektmenedzserekkel készítetek egy anyagot, ami a képviselőtestület elé fog kerülni megtárgyalásra, tehát tulajdonképpen egy pályázati felhívás magyarul, amiben azokat a feltételeket írnánk ki, amely alapján el tudjuk majd bírálni a beérkező kérelmeket. Én bízom benne, hogy több érdeklődő lesz, egyébként szerintem lesz, de nyilván az lenne a célunk, hogy olyan cégek települjenek be, két cégről van szó, mert ugye két cégnek kell betelepülnie, olyan cégek települjenek be, amelyek több ember foglalkoztatását vállalják, és termelő tevékenységet folytatnak. Tehát ez lenne a cél, hogy minél több fehérgyarmati, illetve járásbelit foglalkoztassanak ebbe az üzembe. Erre irányul az előterjesztés is. Ezt készítik, hogy hogyan lehet azt szűrni, hogy ez ne csak ígéret maradjon, illetve nyilván az is fontos, hogy milyen tevékenységet kívánnak ott folytatni. Úgyhogy a következő testületi ülésen ezzel fogtok találkozni. Jó, köszönöm szépen. Illetve még egy kérdésem, nem is kérdés, hanem kérdéssel fordultak hozzám többen, hogy úgy hallják a városban, hogy nem lesz gyarmati igazság. Én mondtam, hogy ez nem így van, mert a testületben... Meg ügyrendi bizottságon szerintem el is fogadtátok. Csak én mondom, hadd hallják az emberek is, hogy ez téves éreztelés. Így van. Tehát lesz gyarmati vigasságok, a vigasságokat tervezzük, de ugye, mint ügyrendi bizottság, ezt te is tudod, hogy már a fellépőknek a szerződéseit jóvá hagytátok ügyrendi bizottság ülésen, tehát olyannyira lesz, hogy szerződéskötési stádiumban van. Egy az biztos, és lehet, hogy ezért is indult el a, úgymond a pletyka vagy a híresztelés, hogy a Zöldváros projekt is folyni fog, és ugye az a Kossuth Parkot is érinti jelentős mértékben. Úgyhogy kétségtelen, hogy lesznek gondjaink, hogy hogyan fogjuk ezt megoldani, és a Zöldvárosnak a kivitelezését ugye december 31-ig be kell fejezni. Tehát, és mivel a Kossuth Park érintett, ráadásul jó nagy területen, ami a vigasság helyszíne, tehát lehet, hogy ezért indult meg a találgatás, nem tudom, de ez nem fogja, legrosszabb esetben máshol fogjuk megrendezni, de próbáljuk úgy ütemezni a munkálatokat, majd a nyert, nem tudjuk, hogy ki nyeri meg, mert ugye most még a kérdéseket teszik fel a vállalkozók, még lezárása sincsen május 4-5, valahogy 2. Most kettő. Igen, de lehet, hogy meghosszabbodik, mert valaki feltesz 100 kérdést, és akkor meg kell hosszabbítani. Ugye ezzel szoktak szórakozni a vállalkozók. Most az útnál jártunk így, hogy 100 kérdést tett fel a három legnagyobb útépítő cég, tehát biztos, hogy időhúzás, hogy legyen idejük elkészíteni tehát a közbeszerzési dokumentációt. A Magyar Aszfalt, a Kolasz, meg a Strabag, ilyen nagy cégek, 100 kérdést, egy ilyen, hát számukra, hogy mondjam, tehát jelentéktelen hosszúságú útnak, ez a külterületi személytelepi útnak a felújítása, tehát ez tényleg kabaré. Van, aki ezzel szórakozik, nem tudjuk, hogy mikor zárul a Zöldváros. Ott is volt egy vállalkozó, amelyik feltett jó pár kérdést a szoborokkal és a székelykapu eltávolításával kapcsolatban, ami szerintem időhúzás, de mindegy. Nekünk meg kell válaszolni, tehát nem tudunk mit csinálni, és ha olyan ok, akkor ugye hagyni kell időt a többinek is, hogy
felkészüljön a kérdések alapján. Tehát ez húzhatja a közbeszerzés, de bízunk benne, hogy azért május elején lezárul a Zöldváros, és ha nem lesz benne gond, tehát fellebbezés vagy valami, akkor a kivitelezés is meg tud majd júniusban kezdődni. Akkor is roham léptekkel lesz, ugyanis az ABC, a Centrál Hotel előtti terület, a Sétáló utca, a teljes Kossuth Park, a Jékei kúria beleértve, ugye az orvosi, tehát a kórházi szolgálati lakások környékét is, tehát ez egy hatalmas fejlesztési terület, ennek a teljes átépítése tulajdonképpen, tehát teljesen átépítve, nem csak foldozgatva vagy kiegészítve, minden felszedve és újból rakva és növényesítve, tehát azért mondom, hogy ez egy őrült nagy munka. Lehet, hogy ez a vigasságokat fogja érinteni, és lehet, hogy helyszínmódosításhoz kell majd folyamodni, nem szeretnénk, tehát itt lenne jó helyen, de hogyha azt tapasztaljuk, hogy a kivitelező emiatt nem tudja befejezni a munkát, azt nem tehetjük meg, hiszen nekünk is elemi érdekünk, hogy a projektet lezárjuk, mert ha nem zárjuk le, akkor a magyar állam nyilván a fejünkre koppint, hogy miért nem zárjuk le. Mert az azt jelenti, hogy az unió felé a magyar állam nem tudja elszámolni, akkor a beruházás, ha nem zárjuk le. Köszönöm. Jó? Szépen. Tehát ennyi a történet. Jó? Tehát lesz igazságok, bízunk benne, hogy a Kossuth Parkba, de ha nem, akkor is lesz, csak mások. Köszönöm. Van-e még esetleg? A központi ügyelettel kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy átköltözött a központi ügyelet a kórházba, és ugye itt van nekünk a ügyeleti, a régi ügyelet, ahol teljes felszerelés és műszerpark van, és úgy tudom, hogy a műszerpark, ahova átköltözött, nagyon szegényes. Érdekelne, hogy azokra a műszerekre, amik ott vannak a mi ügyeletünkben, hogy azokra nincsen szüksége az ügyeletnek, vagy azoknak az átadása, vagy átvételével kapcsolatban tudunk-e valamit, mert azok korszerű műszerek, amik ahhoz a színvonalhoz, amik eddig ellátta az ügyelet, a munkáját, ahhoz szükség volna. Hát most, ha nem lenne komoly kérdés, viccelődnék, hogy igazgató úr ugyanannyit tud róla, mint én, ugyanis engem is úgy kerestek meg, ahogy mondjuk a igazgató urat, ugye? Tehát semmi. Tehát a magyar állam az ügyelet átszervezése kapcsán küldött egy levelet, hogy innentől kezdve tulajdonképpen az ügyeletet a mentőszolgálat látja el, és a kórházban itt és itt. És semmi, hogy milyen eszközeink vannak, adjuk-e, miért adtuk volna oda, tudni kell, hogy uniós fejlesztésen esett át az az épület, sőt az uniós pályázat keretében gépjárművet és egyéb eszközöket szereztünk be. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon színvonalas ellátóhely van ott, sokkal nem akarom bírálni a kórházat, de szerintem sokkal korszerűbb az a hely kialakítás, mint ami a kórházban van, és ráadásul eszközparkja van, gépkocsija van, semmi. Nem is. Az volt a lényeg, hogy a kórházba integrálják be ezt az ellátást állami vagyonba, tehát szóba se került az, hogy az önkormányzat esetleg szívesen odaadná. Nekünk is jó lett volna, mert most tulajdonképpen a magyar államkincstár felé írni egy fenntartási időszakban, ugye 5 éves fenntartási időszak, és abból eltelt 2 év, vagy 2,5 év, nem tudom pontosan mennyi. Nekünk is jelenteni kell a kincstárnak az unió felé, tehát senkinek nem jó ez a helyzet. Jó lett volna, ezt a vagyon tárgyat oda lehetett volna adni a mentőszolgálatnak, és használja, lejár a fenntartási időszak, és akkor elszámoltunk az unió felé, megvalósult minden rendben, a magyar államnak is, nekünk is, senki. Senki meg nem keresett, senkit nem érdekel, egy a lényeg, be a kórházba, és ott a mentőszolgálat ellátja. Tehát nagyon szívesen partnerek vagyunk benne, nekünk az lett volna jó, ha tulajdonképpen az ügyeleti szolgálat beköltözik az akkori ügyelet helyére, használja a gépjárművet, az eszközöket, és megvan oldva a fenntartási időszak, de ez nem igényeli a magyar állam tulajdonképpen ennyi. Hát én gondolkodtam, hogy szóljak-e, vagy sem, egy bejelentésszerű dolgot tennék, de akkor lett volna talán frappáns, amikor a Múricnak a
átszervezése kapcsán a fehérgyarmati jelző bekerült az intézmény nevelé, és akkor elhangzott polgármester része, hogy azért ez milyen szerencsés, mert utal magára az iskolára. De aztán most csak szólok itt a végén, hogy lehet, hogy nem szeretem dicsekvésnek vagy bárminek tűnjön, de ennek apropója kapcsán talán el lehet mondani, hogy az, hogy mondjuk egy iskola előtt ott van az a név, hogy Fehérgyarmat, azért az tényleg a város számára adhat büszkeséget. Hiszen múlt héten szerdán mondjuk a Budapesten a pénzügyminisztériumban, amikor a országos szakmai tanulmányi verseny győztesét hirdették ki a pénzügyminisztérium pénztán termében, és úgy lett volna csak, hogy a Kisvárdai SC Petőfi Sándor technikum diákját szólítják ki, akkor az ott lévő emberek, akár az ott lévő külső szem, sajtó, stb. Nem igazán tudta volna, hogy ez most a Fehérgyarmati. Azt hiszem volna, hogy Kisvárdai. Igen, azt jelenti, hogy a Fehérgyarmati Petőfinek a diákját szólították ki. Ugyanakkor a tegnapi napon, amikor a szakmasztár országos szintén tanulmányi versenynek az eredmény hirdetése volt ott Budapesten a nagy csarnokban, és akkor a irodai titkárok OSTV-n a második helyezett tanulót szólították, és a nagy kivetítőn is a dobogó mellett ott megjelent az, hogy Kisvárdai Szakképzési Centrum is, ha nem lett volna oda téve mellé, hogy Fehérgyarmati Petőfi Sándor technikumnak a diákja, akkor ott sem jelent volna meg Fehérgyarmatnak a neve. Tehát úgy gondolom, ennek az apropója kapcsán, tehát tényleg valóban helyes, hogy ott szerepel ez a városnév, és akkor lehet azt mondom, hogy Fehérgyarmat ezen a héten, egy héten belül kétszer is ilyen helyen szerepelt, ami úgy gondolom, akár a városnak is egy komoly propaganda, hiszen két szakmában egy országos első és egy második helyet hozott az intézmény. Tőlem egy kicsit furcsán, azért nem akartam én ezt szólni, mert nem szeretem, hogy azt mondjuk, hogy dicsekvés vagy valami, de... Az eredmény az mindig eredmény, igazgató úr, köszönjük szépen, és gratulálunk neked, és büszkék vagyunk a diákokra is, és az oktatókra is, hiszen oktatók nélkül, ugye tanárok nélkül nem lehet ezt... Köszönöm szépen valamennyi. Tolmásod a diákoknak is, és a kedves kollégáknak is, hogy gratulálunk az eredményhez, és büszkék vagyunk rá. Köszönjük. Van-e még valami? Ha nincs, akkor én köszönöm szépen a mai részvételt, és további szép napot kívánok!